És így. Meg lehet. Lehetett. És voltak. Jelenlegű videók. Mai napig is vannak. Nincsenek tömörítetve. Sima nyers. És sima STR felirat van hozzá. Rakva. És van mai napig. Ebből is meg lehet élni. De most már nem annyira. Vannak ezek a büdös kis Facebookok, ilyen szociális oldalak, ahol megkapják videókat, jön a sima felhasználó, előveszi, levetkőzik, másnak elküldi magát messze lenni, és azon gondolkodok, mennyi sok haszna van ennek a szociális oldalaknak a ilyen felhasználókból. Jósoknak mutatták magukat. Ingyen. Nem pénzé. Ingyen mutatták, mint a legnagyobb. És hívjákok. Nem tudok semmit sem. Inkább mostan. Hogy vannak ilyen gyenge elme, azt hiszi, hogy a szociális oldalakból meg lehet élni. És itt van, hogy mitől is történik. Nem kell azt felejteni, hogy szociális oldal, hogy adott közösséget próbál megcélozni. És te vagytok olyan Facebook, mely most már újabb van, más algoritmuson vannak, miért van, hogy direkt 5 vagy 10 embernek látod a posztjait. Vagyis szóval nagy százalék van rá, hogy abban nem lehet semennyi pénzt sem már keresni. Nincsen már lehetőség rá. Vannak újabban a talvonok hirdetésekkel, amikkel itt a cégnek jön a pénz. És vannak így, még talán is lesznek. És egyszerűen a tévhit, hogy a nagyon sok van, amíg körülnéztem egy kicsikét az interneten is, más jelenlegi oldalakon is, azt hiszik, hogy ha ingyen valakivel szóba áll, vagy valami mást művel, abból lesz pénz. Hát nagyon nem. Azt szereti a gyenge elme, hogyha azt lássa, hogy dolgoztassák, hogy mozgassa magát, hogy izzad, és arra pénz. Így egyszerű logika. De azzal, hogy vannak ilyen szociális oldalak, akkor jön a pénz, ha mindig azt mondja, nagyon jó, ajánlani tudom, ennek is kell, nekem is van, vedd meg. De legyen reklámbannerokkal. Tehát akkor nagy százalék, akkosan 50% van, mert megvan már direkt, hogy kivel, ki forgalmazza az adott terméket. Lenni. És itten. Vagy ottan, vagy emígy, az látszódik meg, mindjárt kicsit körülnézek a kamerával. Zoomolok. A távolság. Eléggé jó. Nagy. És egyszerűen el van felejtve, talán a szociális tanításokban, az alap. Az alap az, hogy ingyen nem lehet nagyon megkapni semmit sem. Akkor sem volt, most sem nem lesz.
úgy van a haszon, hogyha minél jobban másabbra néznek fel a gyenge elme, azt szereti, hogyha egy azonos szintűvel azt hiszi, hogy ingyen megkap tőle mindent. Csak itt jobban van kiöteszködve, és izmosabb vagy. Mást is mivelket. És már is már felnéz rá. Tehát valaki azt mondja, hogy ezek a újabban videók arról szólnak, hogy hogyan lehet a testből kicsikét pénzt keresni? Nem. Mindenki tudja azt, hogy a test meg az agy össze van vele kötve. Akár gyenge a testizomzata, annak nagy valószínűséggel sovrad az agya is. Össze van kötve mind a kettő. Az egyik sérül, akkor ugyanúgy sérül le a másik is. Kicsit még látszik, hogy a fejemen, kicsit itt a jobb felemben, és észrevettem azt, itt az arcomon, úgy sem láthatom még az arcomat, hogy sovrad le a, hogy is hívják a, az izomzat, ugyanúgy, mint a kezemen, és mint a lábamon is. Bal fel az jóval erősebb, mert egyszerűen az agy sorrasztja le a izomzatot, és ezt valójában meg kell állítani. Nagyon nem lehet. Egyszer, ha úgy van, akkor ez úgy is fog maradni. Hallottam volna. Nincs itten nagyon. Semmi se. Azért kell többet mozogni, többet gondolkodni, és nagy valószínűséggel nem fog olyan gyorsan sorvadni le se az arcom, se a kezem, se a lábam. Ez van a valóságban. Ha nincsen, nincs mozgás, ha túl sok a tévé, elkezd a szervezet önállóan csákenni. És így van a erről, mint mindig, rossz gondolkodás, tehát. Nem volt meg az elegendő mozgás, agykapacitás, gondolkodás, és már is már alig 20, inkább 30 év korban, és már meg is van a múltnak jatott a jövőre, a következményei mindennek. És most már nem lesznek olyan jellegű cselekedetek, mint voltak. Nekem nagyobb hiba az volt, hogy nem rendes kamera volt. Látszik, hogy kicsit nézve, hogy kukorica van, és ott van a cselek is, hanem vacak, rossz logikával vett. Szarra nagyon nem lehet semmire se menni.
van, hogy miért is nem kell sose ilyen gyengébb elmék összeállni. Biztonság. Még a biztos. Azt választja, annak komoly gondjai lehetnek. Erre felé is. És más marad mindig meg. Szóval van, mi az érdet a valóságban. Szokott történni, meg nem így, és így lesznek rossz gondolkodás, jó gondolkodással más hogyan lett volna minden nagy színűsége. Ennyi időre már nem szociális udalkon kellett volna kezdeni, hanem sima, javarészt ilyen korhatáros oldalon is, meg nyílt forrású PHV fórumokon, sokkal hamarabb lenne pénz is. De nem, helyette voltak ilyen vacak, szociális internetkeresések. Történt. Folyton le tud épülni a szervezet, és az agy is együtt. Nincs olyan a valóságban, akinek rossz a szervezete, nincs az agyának valami problémája, csak ő hiszi. És igaz, hogy egy idő után kialakul az, hogy egy valami az ért, az agy, és akkor azt tudni fogja. Javarészt a többit, meg ha romlik is a szervezet, azt meg elfelejti. Mást teljesen tönkre megy. A más, például kéne tőle az egyéntől valami más, valami feladatot, az nagy valószínűséggel el sem fogja tudni kezdeni. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!